Köszöntöm kedves nézőinket, keddesti híradónkkal jelentkezünk itt a Bajai Televízióban. Egy rövid előzetessel kezdünk már is. Befogadták őket. A felvidéki kitelepítések 70. évfordulójára emlékeztek a hétvégén Vaskúton. Világosabb lett. Egy pályázatnak köszönhetően lecserélték a teljes világítást az Éberházban. 10. születésnap. Jubileumhoz érkezett az ML Kupa úszóverseny. A kerek évforduló alkalmából remek hangulatú viadalt hoztak össze a szervezők. A felvidéki kitelepítések 70. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepséget szombaton Vaskúton. A Bajától délre eső települése több tucat kitelepített érkezett a II. Világháborút követően, akiknek családja a mai napig itt él. Az ünnepségen több felvidéki település képviselője is jelen volt. Szent misével kezdődött a program sorozat, melyet Szűcs Tibor plébános a római katolikus templomban mutatott be szép számú hívő előtt. A Vaskúton és a környéken élők mellett felvidéki településekről is érkeztek vendégek erre a napra, akik együtt emlékeztek az itt élőkkel. A szent misét követően a templom kertben folytatódott a megemlékezés. A csátaljai székely népdalkör éneke és Gyurcsi Emma szavalatát követően a Rákóczi Szövetség nevében Besesek György köszöntötte a megjelenteket. Nagyon sok ember van, akit annak idején felvidékről kitelepítettek, és a mi környékünkre is elég sokat. Sokan már köztük nem élnek, de hála Istennek sikerült összegyűjteni azokat az embereket, akik még élnek és kisgyerekként kerültek ide. Az ünnepség kettős hangulatát az adta, hogy a résztvevők ugyan örültek a megemlékezésnek, azonban sokuk szívében a mai napig keserű emlék a 70 évvel ezelőtt lezajlott esemény sorozat. Én 3 éves voltam, amikor ide lettünk telepítve. Hát annyira emlékszem vissza, mint kisgyerek, szinte semmire, de viszont itt nőttem föl, itt laktam Vaskúton, és hát én láttam az én nagyapám, akikkel mi együtt lettünk ide telepítve. Hát elég kinkeserves dolgok voltak. Az ünnepségen jelen volt Mészáros Márta, a felvidéki Taksony falva polgármestere is. Elmondta, az egyik legnagyobb számban az ő településükről kerültek erre a környékre kitelepítettek, akik szívük mélyén mindig taksonyiak maradnak. Azok, akiket közvetlenül érint, és akik valóban jönnének még az élő családtagokhoz, azok már idősek, öregek, betegek, és nem, egyszerűen nem vállalhatják ezt az utat, de szinte napi telefonbeszélgetések a mai napig vannak. Alszegi Zoltán Vaskút polgármestere elmondta, a vaskútiak befogadták a kitelepítetteket, és a mai napig tartják a kapcsolatot a felvidéki településekkel. Nagyon sok településről telepítettek Vaskútra, felvidékről embereket. A legnagyobb számba Nagypakáról, illetve Taksonyból, Taksonyfalváról. Ez alapján is haladtunk abba az irányba, hogy ezzel a két településsel legyen testvértelepülési kapcsolatunk van. Az ünnepség koszorúzással zárult, több önkormányzat és szervezet helyezte el az emlékezés virágait a 60. évforduló tiszteletére készített emlékműnél. Elkészült a felújított 56-os emlékmű a déli kertben. Az önkormányzat a tavalyi évben nyújtott be pályázatot úgynevezett büszkeségpontok kialakítására és felújítására, az elnyert pénzből pedig a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Közreműködésével megkezdték az emlékmű és környékének felújítását. A munkálatok március elején kezdődtek, ez idő alatt letisztították az emlékművet, kicserélték a macskaköveket és friss kavicsal töltötték fel a korábbi, már elhasználódott területet. Az emlékművet egy új táblával is ellátták. Újabb helytörténeti gyűjteményben tudott felújítást végezni a Bajai Tűr István Múzeum. Az Éber Emlékházban mind a 6 szobában és a kisebb kiállítóterekben is korszerűsítették a világítást. A takarékos rendszer kiépítése 2 millió forintba került, amit pályázati pénzből tudtak megvalósítani.
Népi játékokat próbálhattak ki az óvodások kedden a Jókai utcában. Az Éber Emlékházban rendszeresen tartanak a gyerekeknek foglalkozásokat, akiknek ezúttal tojásvadászatban is részük volt a kertben. Idősebb és ifjabb Éber Sándor egykori otthonában az elmúlt héten készültek el egy fontos felújítással. Az új világításrendszernek köszönhetően sokkal világosabban a szobákban és a kisebb kiállítóterekben. A fehér fénnyel több szögből tudják megvilágítani a festményeket és a néprajzi tárgyakat. Nagyon örülünk, hogy mind a képek megvilágítása kellemesebb, jobb fényt kap, nem termelnek ezek a lámpák akkora hőt, tehát nem is károsítja a képeket a nagy erősségű lámpatesteknek a hatása, és gyakorlatilag az energiatakarékosság volt a fő cél, hogy azt valamilyen formában oldjuk meg, hogy minél kisebb költséggel tudjuk működtetni az emlékházat. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához minden évben pályázhatnak a múzeumok, az elnyert összegből pedig az állandó helytörténeti kiállításokat újíthatják fel. Korábban így szépülhetett meg Miskolci Ferenc festőművész lakása, a Bagolyvár, valamint a Bajaszent Istvánon található Bunyavác tájház is. A Tűr István Múzeum és az önkormányzat minden esetben közösen pályázott. Az önkormányzat maximálisan támogatja a múzeum összes fejlesztését. Szinte minden pályázatban az önrészt biztosítjuk. Szerencsére nagyon aktív a múzeumi kollektíva, és Kovács Zita igazgatóasszonyt is maximális elismerés illeti azért a munkáért, amit elvégez. Rengeteg pályázatot írnak és készítenek elő, van amelyiket közösen a múzeummal az önkormányzat is. Az Éberházban a fűtés korszerűsítését is szeretnék a közeljövőben megoldani, valamint a külső vakolat és a nagy kapu is megérett a felújításra. A beruházásokhoz egyelőre a megfelelő pályázati kiírásokra várnak. Több háztartásban is hivatlan vendégek jelentek meg az elmúlt napokban. A jó időbe köszöntével a különféle rovarok is elszaporodtak a lakásokban, ami ellen többféleképpen lehet felvenni a harcot. Híradónk végén szakemberek mondják el véleményüket és ajánlanak hasznos tippeket. Jézus élete címmel nyílt kiállítás hétfőn este. A Bácskai Kultúrpalotában három festő és grafikus művész munkáit mutatják be a reformáció 500. évfordulója kapcsán. Külön öröm volt a szervezők számára, hogy a tárlatot éppen húsvét előtt a nagy hétben nézhetik meg az érdeklődők. Krisztus életének története a világ legtömörebb műve. Isten és ember drámájának végtelen történetét 2000 év művészete sem tudta maga teljességében feldolgozni, hangzott el a kiállítás megnyitóján. A három művész mégis erre vállalkozott. A rendezvényen a vendégeket a város alpolgármestere köszöntötte. Pár nap múlva húsvét lesz. Külön öröm számunkra, hogy pont ezen a héten sikerült egy ilyen rendezvénysorozat megnyitóját itt a Kultúrpalotában megtennünk. Jézus életéről szól a kiállítás, tehát a húsvéti felkészülést, az elcsendesedést, a húsvéti ünnepre való ráhangolódást ez nagyban segítheti. A tárlatot a város, a Bajai Múzeum és a hetednapi adventista egyház közösen szervezte. Hogyan tudunk ebben a kihívásokkal teli társadalomban Jézus Krisztusra figyelni? Hogyan tudjuk segíteni embertársainkat? Különleges élményben lehet része annak, aki megnézi a kiállítást. A munkák modernek, ugyanakkor a bizánci stílus is felfedezhető az ikontípusú festészetben, mondta Kovács Zita művészettörténész. A három alkotó művész Jézus életének 21 új testamentumi eseményét dolgozza fel nagyon izgalmas módon, és nagyon sajátos és különös világban az ő festészetükkel, az ő festői sajátosságaikkal dolgozzák fel. A kiállítás országos szervezője Matula Péter. A Svédországban élő műgyűjtő rendszeres kapcsolatot tart a magyar művészekkel. Megadtam nekik 21 bibliai témát, ez még 2001-ben volt, és az első olyan kiállítás alkalmas anyag olyan 2012-ben, több mint 10 évben tellett, mire megfestették ezt a témát, és annyira jól sikerült az első ilyen próba kiállításunk, hogy éreztem, hogy ezt tovább kell vinni. A tárlaton Aknai János, Evzámbó István és Tábori Csaba munkái láthatóak. Ingaz azok a határokon, a szürreális pontoktól, de figurális, de nem abból indulok ki, tehát nem feltétlen az az ábrázolás. Hát ez is érdekes ez a kiállítás, mert három ember, három
gondolat, három felfogás, három elképzelés a Bibliára, és abszolút három különböző stílus. A kiállítást május 2-áig nézhetik meg az érdeklődők a Bácskai Kultúrpalota földszinti és emeleti helységeiben. Ady Endre, József Attila, de saját költemények is elhangzottak hétfőn délután a Szent Istváni AMK ebédlőjében. A hagyomány ugyanis az idén sem szakadt meg. 2017-ben immáron a 14. alkalommal szervezték meg a Szépkorúak szabaló versenyét a városban. A versmondók Bajáról és a környékéről is érkeztek, hogy bebizonyítsák, a költészet mindenkié. Az új tavasz játékos újja ügyet sodort az Ághegyen. A költészet napjához kapcsolódó programon szép számmal vettek részt indulók és a verseket kedvelő hallgatók is. A Szépkorúak szavaló versenyére Baja mellett János Halmáról, Dávodról, Csávolyról és Vaskútról is érkeztek. Voltak, akik szabadon választott verssel, és voltak olyanok is, akik saját szerzeménnyel neveztek, mondta az egyik szervező, Páfi Mária. A legtöbb versenyző Baja Szent Istváni nyugdíjas klubból érkezett. Én azt gondolom, hogy nagyon élvezték ezt a mai délutánt, kellemes hangulatban telt, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan részt vettek, 15 versenyző indult ezen a megmérettetésen. 2017 az idősek és a bölcsesség éve Baján. A hétfői rendezvény pedig bebizonyította, van mit tanulni az előttünk lévő generációtól, mondta Csubákné Besesek Andrea, alpolgármester. Optimizmust, jó kedvet és összetartást, és azon kívül fantasztikus produkciókat is hallhatunk. Szavaló verseny készülnek rá, fölöltöznek csinosan, itt vannak, megmutatják, hogy mit tudnak. Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk rájuk. Az öttagú zsűri több szempont alapján értékelt. Első helyen természetesen az előadás módált, mondta Szabó Hajnalka, aki eddig mind a 14 versenyen helyet foglalt a bírák között. Olyan szempontokat veszünk figyelembe, hogy ugye a kiállás, hogy milyen stílusú verset mond, és az, hogy passzol a versmondóhoz, hogy hangsúlyoz, hogy artikulál, hogy olvassa, vagy bele-bele néz, vagy kívülről mondja. Hogy maga jobban játszott, mint én, magának jobb szerep jutott. A zsűri szempontjainak leginkább Zengő Ferencné felelt meg, aki Szent Istvánról érkezett. Elmondta, évek óta résztvevője a versmondó versenynek, így nagyon örült a győzelemnek. Aditól mondtam a finitát, régen, nagyon régen mondtam már egyszer középiskolás koromban, és kedvenc költőim közé tartozik. Tavaly Tóth Árpádot mondtam, mert az is a kedvencem, úgyhogy szeretem a verseket, magam is írogatok. A zsűri külön díját pedig a legidősebb induló, Hausler Lászlóné kapta, aki az idén töltötte be 80. életévét. A költészet napján villámcsődületet szerveztek Baján a polgármesteri hivatal elé. A flashmob lényege az volt, hogy az aranyemlékév jegyében az eseményen a város összes iskolájából részt vegyenek diákok, és együtt mondjanak el egy aranyverset. A szervezők választása a Mátyás anyja című balladára esett, mivel ez közösen is jól skandálható. Bevezetésként Nagy Boton szavalta el Arany Jánostól az Özvegy ember árvái című verset, majd ezután Petkó Szadner Aladár elénekelte a Vörös Rébék című balladát. Ezután következett a közös versmondás, Deli Géza és Ottmár Attila előmondta a mikrofonba a Mátyás anyja című balladát, a közel 300 fős tömeg pedig velük együtt zengte a sorokat. Tavasszal gyakran jelennek meg otthonainkban különféle rovarok. A kellemetlenséget okozó kártevők ellen védekezhetünk a hétköznapi praktikákkal, valamint speciális vegyszerekkel is. Szakemberek szerint minden esetben érdemes hivatásos rovarirtókhoz fordulni. Ezek csöveken, mindenen köröztül szépen jártának az egész házba. A társasházakban is gyakran megjelenő csótányokról mesél Féderer Ferenc közös képviselő. Az évnek ebben az időszakában a jó idővel egyszerre jelentkeznek otthonainkban a kártevők. Az a tapasztalat, hogy nagyon sok helyen csótányok jelentek meg, elég időnként, elég nagy tömegbe. Ez nagyon nehezen földeríthető kártevő, hát nem is, hogy kártevő, inkább ilyen kellemetlen rovar, mert ez éjszakai életet élnek, sötét, nedves helyen
szeretnek legjobban. Féderer Ferenc elmondta, a csótányok nem veszélyesek az emberekre, azonban nagyon gyorsan szaporodnak, így az első jeleket észlelve érdemes szakemberekhez fordulni. Az ilyen csótánycsapdák segítségével könnyen elfoghatjuk a házban megbújó állatokat. Farkas Péter, a Berecki Máté szakiskola pedagógusa szerint tavasszal az egyik legnagyobb problémát a hangyák tömeges megjelenése okozza. Elárulta, néhány alapvető praktikával megelőzhető a rovarok elszaporodása. Az első lépés az, hogy rend legyen magunk körül, ne együnk minden helyiségbe, például ne hagyjunk édességet, ne csöppenjenek le különböző szörpök, és ürítsük ki rendszeresen a szemetest. Ezen kívül lehet csapdázással is védekezni hangyák ellen. Az otthonainkat ellepő rovarok és kártevők ellen védekezhetünk a háztartásban megtalálható alapanyagokkal, így például cukros vízzel, de a gazdaboltokban található vegyszerek is kiválóak a megelőzésre. Putnik Tamásnak adom át a szót, hiszen kezdődik a sportpercek. Kellemes, szép estét kívánok mindenkinek! Jubileumot ünnepelt a hétvégén az ML Kupa úszóverseny. 10. alkalommal rendezték meg ugyanis Baján az utánpótlás számára kiírt viadalt, ahol több magyarországi egyesület, valamint néhány vajdasági klub is jelen volt. A Spartacus számára jól sikerült a hazai megmérettetés. Népes mezőny ugrott medencébe szombaton a Szigeti Sportuszodában összesen 15 csapat, 192 sportolója érkezett az ML Kupára. A verseny nemzetközi jellegét a zombori és szabadkai egyesületek adták, míg Magyarországról több nagy klub is tiszteletét tette Baján. A Spartacus gyakorlatilag mindenkit bevetett, akit csak lehet, sokan életük első versenyét teljesítették ezen a napon. Persze voltak olyanok is, akik már rutinos versenyzőként indultak és értek el remek eredményeket. Kaiser Dominik például komoly tervekkel érkezett. Hogy javítsak, minél jobb eredményeket érjek el a időkkel, helyezéseket érjek el, nagyjából ennyi. Ez sikerült is, Dominik végül egyéniben 3 aranyat, váltóban pedig 1 ezüstöt zsebelt be, amivel korosztálya legeredményesebb versenyzője lett. Pas Ferenc vezetőedző azonban nem csak vele, hanem a többiekkel is elégedett volt. Igen, hát akiktől vártuk az eredményt, azok hozzák. Vannak, akiknek életük első versenye volt, ők is nagyon derekasan helytáltak, itt az edzők nagyon izgultak, hogy jaj, mi lesz, de a gyerekek megoldották nagyon jól a feladatot, úgyhogy eddig, ha nem is végeztek az élmezőnybe azok a gyerekek, de itt nem is ez volt a cél, mondom, életük első versenye, itt az volt, hogy élesbe kipróbáljuk azt, amit szeptember óta tanultak, nagyon szépen teljesítettek eddig. Az ML Kupa 10 évvel ezelőtt egy családias hangulatú versenynek indult, míg mára az ország egyik jelentős utánpótlás viadalává nőtte ki magát. Nagyon büszkék vagyunk, hogy immár megértük a 10. ML Kupát, és hát ahogy a gyerekek és az edzőik és a szülőik is évről évre készülnek erre a megmérettetésre, úgy mi is készülünk, hogy minden rendben legyen, oklevelek, kupák, érmek. Nagyon szeretnek ide jönni a versenyzők. A csapatversenyt végül nagy fölénnyel a Dunaújváros nyerte, míg a második helyen a házigazda Spartacus végzett, a dobogó harmadik fokára pedig a szekszárdiak állhattak fel. Győzelemmel kezdte a rájátszást a Bajai NKKB csoportos női kosárlabda csapata. A 9-től 16. helyért zajló sorozatban a bajaiak hétfőn este 62-54-re nyertek a DVTK Miskolc U23-as csapata ellen. Az első negyedben a Baja, a másodikban a Miskolc volt a pont erősebb, így a nagy szünetben 2 pont volt csak a különbség a vendégek javára. A harmadik játékrészben viszont a BNKK tudott újítani, 14-5-re nyerte ezt a negyedet Tamás Zoltán csapata. A legeredményesebb hazai játékos a 24 pontig jutó Ferenc Andrea volt. Tovább folytatta sikeres tavaszi menetelését a Bajai KSE NB2-es férfi kézilabda csapata. Gál Géza együttese a hétvégén a pécsi VSM második számú együttesének otthonában tudott nyerni 33-28-ra. A KSE legeredményesebb játékosa a 8 találatig jutó Horváth Norbert volt. Újabb sikerükkel a bajaiak a tabella 8. helyére léptek előre. A húsvéti hétvégén nem lesz bajnoki forduló, majd a következő hétvégén a sereghajtó Szigetvár látogat Bajára. A sportpercek végén kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! Főbb híreink egy-egy mondatban.
befogadták őket. A felvidéki kitelepítések 70. évfordulójára emlékeztek a hétvégén Vaskúton. Világosabb lett. Egy pályázatnak köszönhetően lecserélték a teljes világítást az Éberházban. 10. születésnap. Jubileumhoz érkezett az ML Kupa úszóverseny. A kerek évforduló alkalmából remek hangulatú viadalt hoztak össze a szervezők. Kedves nézőink, a Bajai Televízió híradóját látták kedden este. Friss összeállítással holnap este 6 órakor Füzesi Nóra várja majd Önöket. Mi nem sokára időjárás jelentéssel és a vízállás adataival folytatjuk. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Változóan felhős lesz az ég, csapadék nem várható. Elsősorban az északi területeken élénkül meg a délnyugati-nyugati szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken 0 és mínusz 3 fok is lehet. Talajmenti fagy az ország más területein is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 13 és 18 fok között várható.